Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Harkányról, és jelenleg a vasútállomás látjuk az utcafrontról. Igen, ismét egy vonalbejáró túra lesz. Bár az igazi, az majd holnap lesz, amikor elindulok Selje fele, most Siklós fele fogok menni, és csak addig, ameddig világosba el tudok jutni, mert ma délután 2 van. És lehet, hogy laknak is ebbe az épületbe. Engem még valószínűleg a szolgálati lakásban lakhatnak, bár elég rossz állapotban van. De van itt egy bicikli is. Na, mindjárt megnézzük a vágányok felől. És akkor itt vagyunk a vágányok felőli oldalt. Hát látjátok a vágányokat, ez volt egykor az állomás, hát sajnos 2007 óta itt már nem járt semmi. Itt van az állomás épület, és igen, valószínűleg abban a lakásban laknak. Hát ugye látjátok, van TV antenna, de az egykori forgalmi iroda is várolta, de az már ugye OSB lapos, tehát ott valószínűleg nem. Ott van még egy melléképület is. De hát szerintem egy másfél órán, két órán belül sötétedni fog, viszont addig majd lesétálok, ameddig sikerül. Aztán majd egyszer valamikor akkor meg lesz ez a Harkányi. Tehát is egyébként az a terv, hogy Seljéig fogok legyalogolni, majd innen Harkánytól, de majd holnap kezdem el. Akkor haladjunk tovább. Még ott parkol egy busz is az egykori rakodón. És egyébként innen Harkányból még volt egy kiágazó vonal. 1968-as közlekedés politikai koncepcióba felszámolták. És itt vagyunk lassan az állomás végénél, és itt van az egykori kettes őrhely. Hát túl sok már nem maradt belőle. Talán a berendezés még. De látjátok, be van zárva, hát ennyi, nem lehet bemenni. Hát abból se sok maradt. Ezt kibelezték. És hát erre fele tovább, Siklós fele. És egyébként itt érdekes, hogy még két vágány haladt tovább. Valószínűleg az egyik az a már felszámolt pécsi vonalnak a maradéka. Képzelhető, hogy kihúzóként valameddig meghagyták. És hát errefele tovább. Hát a másik vágány az úgy elveszik a gazba. Mondjuk itt is nél. Akkor is bizony itt volt még egy váltó, és innestől már a nyílt vonal. És hát ilyen kicsit megtévesztő volt a térkép, mert ugyan valóban arra van Sikló, csak a vasúton elkanyarodik, tehát nem rossz irányba mentem, a másik irányba kell menni. És bizony igen, itt van ez a már korábban megszüntetett pécsi vonal. És igen, arra Siklós, tehát rossz irányban, még jó időben észrevettem. És itt van akkor a vasút a másik oldalról, más épület, és azt nézzétek, még villamosították is a vonalat a bezárás után. Ez pedig az őrzővédő szolgálat. Nyáron biztos jól működik. Hogy ezek nem méhkaptárak? Nekem úgy tűnik, hogy méhkaptárak, de télen a méhek is alszanak. De ha esetleg valaki nyáron akar ide vonal bejárni, akkor vigyázzon. Hát itt meg úgy látom, hogy valamit levontottak. És ott arrafele meg már Siklós fele a hája. Az egyes őrhely és egy láthatólag új telepítésű fénysorompó is van. Ez szinte biztos, hogy már a bezárás után telepítették, mert ilyen vízbe szekrényt régebben nem használtak. Szóval valószínűleg egyébként ez is a vasúthoz tartozott, ez szolgálati lakás lehetett. De ez volt az őrhely. Ez biztos, na itt megmaradt valami? Hát... nem úgy tűnik. Ja, de azért a... jól látom, hogy Siemens Halske. Érdekes minden esetre. És bizony, itt is megvoltám a kiángazás, tehát arrafele ment a már felszámolt vasútvonal, csak itt kevésbé látványosan maradt meg. Na, akkor ma mindjárt ki kell valahogy mászni a túloldalra. És ezt nézzétek, tengelyszámláló.
Tehát mondom, hogy az új aszály, nem hiszem, hogy még a vonal életében egy tengelyszámlálós átjárók lettek volna. Itt megkezdődik a dzsungel. Bár ez még nem vészes. És akkor lenne most egy érdekes felvetésem, csak így most jutott eszembe, hogy szerintetek mi a jobb megoldás, hogyha így bejárás közben mesélek a vonalára ezért a történetéről, vagy pedig, hogyha inkább utólag majd a videóvágáskor kirakom szövegbe a lényeges dolgokat, mert gyakorlatilag azon kívül, hogy a Wikipédiát felolvasom, meg amit kiguglizok a vonalról, azt meg tudom tenni később is. És akkor még talán jobb is, hogy nem emlékezetből mondom, hanem tényleg ott vágás közben látom a szöveget, és akkor a lényegi információkat ki tudom írni. Mert egyébként az építéskori állapota az kisísinekből épült a teljes vonal, de mit látjátok, azért a nagy részét már építették. Viszont maradtak, tehát 2006-ban pont ami megmaradt kisísinek szakaszok miatt kellett leállítani a forgalmat. És egyébként szakaszosan még teherforgalom üzemel a vonalon. Bár úgy tudom, Harkányban már nincsen, de például a villánytól a Bedemendi cementműig van teherforgalom, meg talán Selje meg Vajszó között is van. Meg talán Drába fog fele még. Hát, nyertek, de szerencsére egyelőre még egész jól járható a vonal. És egyébként az egykori már felszámolt országhatárig tartó vasútvonal Pécstől, az ugye arrafele ment, itt valahol ment tovább. Látom, annak már nyoma sincs. Az majd egy későbbi vonalbejárás témája lehet esetleg. Jelenőre akkor haladok tovább, aztán remélhetőleg Siklósig. Hát még Siklósig valószínűleg nem fogok eljutni, de van még köztes meg, amikor Siklósi Szőlőkig már lehet, hogy sikerül. Majd, hogyha besötétedik, akkor vissza kell fordulni. És ami érdekes, hogy a bejárati jelző működik, bár igazság szerint működnie is kell, mert hivatalosan csak szünetelőforgalmú vasútvonal, nem pedig felszámolt. Nézzétek közben, itt van már egy ív, de lassan fordul Siklós felé a vonal. És itt a folytatás, itt van még egy fénysorompós átjáró, és az előző átjáróról kicsit utána néztem, vasútállomások.hu azt írja, hogy 2006 nyarán helyezték üzembe, amikor a vonalnak egy részén már pótlóbuszok jártak, és 2007-ben be is zárták a vonalat, a gyakorlatilag fél évvel körülbelül a megszüntetés előtt építették be azt a átjárót, és azt szerintem azért történt, mert ott végebben egy karossodompó volt, és gondolom, hogy kiváltsanak egy, vagy ha meg lehessen szüntetni a szolgálatot Harkányban, ezért telepítették a fénysodompót. Aztán, hogy akkor már eldöntő dolog volt-e, hogy 2007-ben biztosan bezárják a vonalat, vagy pedig nem, és azért rakták oda a fénysorompót, mert még volt eldöntve. Egyébként ezt nehéz megmondani. Valószínűleg akkor még a döntéshozók se tudták, hogy végül melyik szűnik meg, mert eredetileg 2007-ben jóval több vonalat be akartak zárni a halállistán. Nem 14 vonal volt, ami akkor megszűnt, hanem legalább a duplája. Csak ugye nyilván a közfelháborodásnak, meg ahol a önkormányzatok, meg a polgármesterek ki tudták harcolni, ott végül megmaradt a vonal. A legtöbb egyébként haladékot kapott még két évig, mert csak 2009-ben zárták be. De biztos, hogy van olyan vonal is, ami halállistán volt mind a két alkalomkor, és megmenekült. Valahogy át kell jutni a főúton. Egyébként a táj az megint csodálatos. Itt a mecsekben vagyunk. Na, hát az első nagyobb akadály a vonalon, amiben eddig belefutottam. De egyébként olyan nagyon járhatatlan részek eddig nem voltak. Ez se olyan nagyon megoldhatatlan feladat. Gyakorlatilag egy motorfűrésszel ezt meg lehetne oldani, és akkor egy PFT-be járási akadályozna, hogyha van náluk motorfűrész, meg akkor ezt feltalabolják, vagy akár lehet, hogyha többen vannak, akkor még le is tudják húzni anélkül is a sinekről. De valószínűleg egyébként itt már PFT-be járás sem volt, legalábbis nem mostanában.
a sinkolon állapotából ítélve. Itt azért már jó pár éve nem járt vonat. Na, és akkor haladunk szépen tovább. Hát ott van egy távíró pózna, amit már teljesen visszafogalt a természet. És errefele tovább. Hát itt már azért szaporodnak az űrszelvénybe lógó galjak, de pályahiba viszont nem volt eddig. Legalábbis olyan komolyabb, ami ugye akadályozná a vonatközlekedést. Ráadásul itt a felépítmény is jónak mondható, 48-as sínek, betonaljak és rendes ez bagikő. Azért úgy tudom, hogy vannak még olyan szakaszok, ami kiépítéskori, ahol bányakavics ágyazat van, meg talfa és kis sínek, de az majd csak selje fele lesz. Egyenlőre haladjunk csak tovább. És itt van egy egyszerű útátjáró. Hát ez nyilván el van tömődve. De hát ez a legkisebb probléma lenne egy esetleges újraindításnál, ami valószínűleg már soha nem fog megtörténni, hogy itt valaha is vonat járjon. És itt a következő. Nagyobb akadály. Na hát ezen már a motorfűrész nélkül a PFC se tudná átmenni. Hát én meg azt nem hoztam magammal, úgyhogy valahogy meg kell kerüljem. Érdek, itt volt egy áteresz. Nem nagyon látszik már az se itt a... Egyébként itt úgy látom, hogy egy kisebb akadály megint, de hát ezek nem is szúrós növények, csak és ráadásul lágyszárúak, úgyhogy ezeken azért át lehet menni. De majd mindjárt meg is mutatom, hogy de hát itt mellette simán. Kicsit azért van ezt, hogy mohás talfa azért csúszik, arra azért vigyázni kell. Vagyis hát betonaj, nem is talfa. Megvan a távíró pózna is, legalábbis a legtöbb. Csak a vezeték nincs meg rajta. Hoppá. De itt egy szigetelő, porcelán szigetelő. Úgy látom, itt is már egyszerű lesz a helyzet. Csak azért jó lenne még mielőtt besötétedik kiérni a fő út közelébe. Egyébként nincs az már messze, csak egy kilométer alatt térképen néztem, úgyhogy az meg lesz. Ezt nézzétek, itt volt még egy. Innen viszont már sztráda. 344-es szelvényben vagyunk. Hát csökken, hát szerint villánytól számozták. És itt a következő. De ezt legalább könnyű kikerülni. És egyébként eddig ez volt a jellemző, és akkor ott megint egy ív ott a végén. Nagyjából ott ér be a főút mellé, és akkor hamarosan siklós. Na ezt nézzétek. Itt azért már kicsit nagyobb a gaz. Lassan egyébként Mária Gyűd állomás épületéhez érkezek. Utána lesz még siklósi szöldők, és utána Siklós. Nem biztos, hogy Siklósig sikerül eljutni. De megpróbálok. Na ezt nézzétek. Itt azért már kicsit nagyobb a gaz. És erre tovább. Hát na itt azért már kezd hasonlítani egy járhatatlan pályához, bár ugye sínhiány meg ilyesmi nincsen, tehát itt azért egy alapos galjazással itt még ezen lehetne segíteni, de ide azért már tényleg komolyan felvonulás kéne a gépi szerszámokkal meg egyebekkel, hogyha itt bárki is közlekedni akarna. Tehát nem kis meló lenne ezt járhatóvá tenni. És már volt egy-két szúrós akác is, de szerencsére ezek nem azok. És ezt nézzétek, itt van az egykori Mária Gyűd állomás, vagy megállóhely.
erre fel lehet tovább menni. És itt egy kis kerülővel újra a sineken. Mária Gyüdi állomás lakják, azért nem is mentem közelebb. És ezt nézzétek. Méhek itt is, már ilyenkor szelídek. Meg ugye a másik irányba dolgoznak, nem erre. És akkor a következő az majd siklósi szőlők lesz. Ez körülbelül egy olyan másfél-két kilométer. És vége a gazos résznek. Ott azért a Mária Gyüdi környékén volt egy pár. Két helyen kerülni is kellett. Hát mondom, a Mária Gyüdi épületes úgy néz ki, hogy lakott. És ráadásul ugye másik irányból el is van kerítve. Ezt néztek, lassan kell sötétedni, viszont ez már siklósi szőlők megállóhely lesz. És bizony, ez már a peron. És meg ott lesz az épület mindjárt előttünk. Hát remélhetőleg még azt meg tudom mutatni. Aztán lehet, hogy siklós állomás az már csak sötétben lesz meg, de innen kb. Egy kilométer, nincs is messze. De szerintem addig még elmegyek. Busz pedig késő estig is van innen vissza Harkányba. Viszont meg már vissza tudok jönni a fenomra. És ennyi. Hát, egyébként ennyi az épület, és úgy látom, hogy lakják is. És így néz ki most a megállóhely. Hát innen eltűnt egy kis rész belőle. Meg is kalpolták, mert ez régebben kétszintes volt. Hát a padokból ennyi maradt, ugye a fa része az már valahol tüzelővé változott. És hát ott van még a pálya telefonnak a jelzése. És valószínűleg itt volt a jegypénztár. Ennyi maradt belőle. De úgy látom, hogy legalább használatban van. És akkor még egy pillantás siklósi szőlők megállóra. És egyenesen tovább a nagy állomásig. Vagyis hát az igazi állomásig. És akkor még egy kilométer. És irány a nagy állomás, hát aztán tartok tőle, hogy mire odaérek, már besötétedik, úgyhogy rendes képet nem fogok tudni csinálni, azért videózni még lehet. De már benn vagyunk a településen belül, úgyhogy igazából, ha rámesteredik, az se baj, mert kimegyek a közútra. Na ezt nézzétek! Hát itt volt egy előjelző, vonóvezetékes, még itt van az akna is. Hát az már elveszett. A főjelző viszont fényjelző, az világít. Aha, és itt van a vonóvezetéktartó. Hát, egyre sötétebb van már, de azért haladunk. És nem egészen, ezt nézzétek, ez egy ledes jelző. Tehát az alakjelzőket szüntették meg, és lett helyette fényjelző, tehát ez az előjelző. És látszik a háttérben a pislákoló szemafor, tehát van egy fénysorompós átjáró, egyébként a behatási pontot is láttam, tengelyszámlálós. És ott látszik már a főjelző is. Háttérben ezek működnek. Tehát vagy közvetlenül a bezárás előtt, vagy nem sokkal utána, na, mi korszerűsítették annyiba itt az állomás siklóson, hogy az alakjelzőket lecserélték fényre. Egyébként valószínűleg az volt a cél, hogy az állomás legyen személyzet nélküli. Viszont valamiért akkor az állomás megmaradt. Nem tudom, hogy volt-e siklóson teherforgalom a bezárás után, és mennyi. Már még azt is írták egy-két olyan, hogy Harkányban még megmaradt a teherforgalom, és valószínűleg akkor emiatt is kellett ugye az állomásokat meghagyni. Tehát azt még el tudom képzelni, hogy egyébként siklósig le lehet járni villany felől, majd hogyha azt a szakaszt is bejárom, akkor ez ki fog derülni. Bizony, na azt még pont elfelejtettem fölvenni, de az ott a főjelző, és működik is. És fénysorompós átjáró. Hát az már mondjuk kíváncsi lennék, hogy a bezárás előtt ez már itt volt-e. Bár ugyanolyan vízvelszekrény van itt is, tehát valószínűleg ugyanakkor létesítették, amikor a Harkányit.
Tehát valószínűleg, tehát ilyen hónapokkal a bezárás előtt. És itt van egy pályatelefon. Hát illetve itt lehet kézzel átkapcsolni. Tehát az azért arra gondoltak, hogyha tehervonalat jön, akkor a személyzet rajta. A tolatásvezető például az itt tudja kézzel lezárni az átjárót. És ott az év után már az állomás fog következni. És hát már sötét van, azt látjátok, de itt van az állomás. De hát ez majd szerintem legközelebb, mert sok értelme nincsen tovább menni, mert szerintem semmit nem lehet itt már látni. Itt kezdődik a váltókörzet, ott van egy őrhely, üzemen kívül, természetesen. És hát ott előttünk az állomás épület, de hát abból se lehet már semmit látni, besötétedett. Viszont itt még megvan a tekedős sodompó. Ott viszont egy fényjelző. Tehát valószínűleg azért lehetett mégis személyzet, mert ezt valakinek kezelni kellett. Tehát ameddig itt volt forgalom, addig szolgálatnak is lennie kellett, mert ezt a tekedős sodompót kezelni kellett, ezt nem váltották ki fénysodompóval. És akkor ennyi lett volna ez a rövid vonalbejárós videó, Harkánytól Siklósig. Hát sok belőlem se látszik már, hát most van éppen kék óra, de így már se fényképezni, se videózni nem nagyon lehet már. Úgyhogy egyenlően most 20 perc múlva kb. Indul egy busz vissza a Harkányba. A körülbelül egy kilométerre lévő buszállomástól. És ebben most ebben azért 1,3 kilométert mutatott a Google. Úgyhogy ezt most megpróbálom elérni, egy kicsit sietősebbre vettem most. Hát ha sikerül. Hát ha nem, akkor még várni kell egy kicsit a következőre, de van még, tehát nem ez az utolsó busz, de azért jó lenne mégis csak elérni. És akkor holnap meg majd a másik irányba fogom folytatni. Harkánytól, hát jó, még se eljefele fogok menni, ezt nem tudom, eddig jutok el. De következő nap meg akkor onnan folytatom. És akkor, ha minden jól megy, akkor szerdán sikerül Selyéig eljutni. Selyén meg már van vonat onnan meg haza, úgyhogy ez az első etap, ez ennyi volt. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!